Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Én Brenner Koloman vagyok, az országgyűlés alelnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője. Mai sajtótájékoztatom címe: újabb tördöfés az oktatásnak, nem a tanárképzés átalakítására. A Fidesz tudás és értelmiség ellenes politikájának egy újabb lépcsőjét látjuk most. A kiszivárgott tervek szerint ugyanis le akarják butítani a tanárképzést. Ez nem jó megoldás a néppárti Jobbik véleménye szerint a vészes tanárhiányra, hiszen azt egy átfogó és komoly béremeléssel lehet majd hosszabb távon rendezni. Ráadásul a tanárhiány nagyon komoly lesz az elkövetkezendő években, még a mostaninál is komolyabb, hiszen egész tanár generációk fognak a pedagógus társadalom korfája miatt az elkövetkezendő években nyugdíjba vonulni. A néppárti Jobbik mindig kiemelt nemzetstratégiai ágazatnak tekinti az oktatást és a felsőoktatást. Mi tudjuk, 21. századi modern konzervatív pártként, hogy ebben az évszázadban, a tudás és az információ évszázadában a magyar polgárok jóléte és szabadsága azon múlik, hogy kiemelten tudjuk-e támogatni a tudás központjait, az egyetemeket, illetve a tudás átadóit, a pedagógusokat, akik a szélesebb társadalom számára biztosítják tehát azt a tudást, ami egy gyarapodó és boldog teljes élethez szükségeltetik. Látjuk, hogy ez a terv gyakorlatilag a szakirányok képzést visszaszorítja a pedagógus képzésben. Konkrétabban is, ha szabad megmondanom, eddig az 5+1 tanárképzésben, tehát az 5 évig tartó középiskolai tanárképzésben körülbelül 130 kreditnyi tudástartalmat sajátítottak el a jövendő pedagógusok. Ez a tervezet ezt 90-re lecsökkenteni. Tehát ez egy érdemi és komoly csökkenése a szaktárgyi tudásnak. Ráadásul ez a tervezet megszüntetni a különbséget az általános iskolai tanárok és a középiskolai tanárok tudásszintje és képzési szintje között, ami a mi véleményünk szerint teljesítményellenes egyértelműen. Ráadásul az iskolai programok bevezetése már az első szemesztertől, amit avatatlan szem talán így elsőre egész pozitívan látna, az is többsebből vérzik, mivel ezek az első szemeszterek szaktárgyi kíséret nélküli úgynevezett iskolai szocializációra szánná ez a kormánytervezet, a fideszes kormánytervezet. Halkan kérdezem meg, hogy egy frissen a közoktatásból beérkező mondjuk pedagógus hallgató mit szocializálódik az iskolában, tehát meg kell neki tanulnia, hogy hol a WC, vagy hol van a kréta. Szaktárgyi kíséret nélküli dolgokról beszélünk, miközben a jelenleg érvényes két szakos tanárképzésben, ugye mind az általános iskolai tanárok, akik 4 évig tanulják a szakmát, és utána 1 évig bent az iskolában dolgoznak rezidesként egy mentortanár felügyelete mellett, mind az 5 évben ugye a középiskolai tanárok ugyanúgy 1 évig az iskolában egy mentortanár mellett dolgozva sajátítják el azt, ami az iskolához kell, és ami aztán a jól végzett pedagógus munkához kell. Tehát maga az a terv, hogy a hallgatók korábban bejelmenjenek az iskolába, azzal semmilyen probléma nincs, de ebben a formában ez a tervezet átverés ebben a tekintetben is. És végül egy olyan szakmai kérdést is ki szeretnék emelni, ami számomra, mint volt egyetemi vezető számára, aki a rektori konferencia bizottsági titkáraként írt szakok képzési és kimeneti követelményeit, rövidítve KKK-nak hívjuk ezt, egy egyetemi képzésnek ugyanis ez a kerete. Amikor a fideszes tudás és értelmiség ellenes kormányzat a nemzeti alaptanterv ismeretköreit szabja meg a tanárképzéshez, akkor almát körtével hasonlítanak össze, hiszen egy egyetemi képzésnek a KKK-i, a képzési és kimeneti követelményei, azok kompetenciákról szólnak és ismeretkörökről. Tehát az egy darab mondat egy KKK-ba, hogy egy végzett pedagógusnak ismernie kell a mindenkori NAT tartalmát, és képesnek kell lennie arra, hogy az újabb és újabb változásait adaptálja a helyi sajátosságokra és az iskolára pedig alkalmazza.
ez az egy mondat van egy tisztességes és szakmai módon kimunkált anyagban. Ebből is látszik, hogy a fideszes oktatáspolitika megbukott, dilettáns, de hát ez nem csoda, hiszen a Jobbik nagyon régóta követi az önálló oktatási minisztérium létrehozását, amíg ez nem következik be, tehát reményeink szerint a 2022-ben felálló nemzeti egységkormányunkban, addig csak ilyen dilettáns és a pedagógus társadalomra hátrányos változásokat várhatunk a fideszes kormánytól. Összefoglalóan tehát a néppárti Jobbik tiltakozik a tanárképzés tervezett átalakításával szemben, mert úgy gondoljuk, hogy a tanárképzést nem úgy lehet modernizálni, és a vészes tanárhiányt nem a képzés lebutításával lehet megoldani, hanem a mi véleményünk szerint a 21. században, a tudás és az információ évszázadában a magyar pedagógus társadalom kiemelt anyagi és társadalmi megbecsülése kell ahhoz, hogy a vészes tanárhiányt orvosoljuk. Az elkövetkezendő években ez a probléma még komolyabb lesz, ahogy említettem, a nyugalomba vonuló nagy pedagógus létszámok miatt, és a tanárképzést pedig jelen pillanatban békén kell hagyni, mert a szaktárgyi tudás, a szakmai tudást nem szabad visszaszorítani egy ilyen egyfajta rákosista időket idéző, gyors talpaló pedagógus képzéssel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!